no, no. Yeah. I just got back in town. She didn't want me, then she want me now. 9-11 turbo, I'm stunning. Everything fast, I'm for real. I'm for real, I'm for real. I'm for real. Sziasztok, nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Gabriel Vlog csatornán újból, és most ezennel egy gyönyörű 325-ös BMW-t fogunk nektek bemutatni. Méghozzá egy amerikai modell, úgyhogy azt gondolom, hogy egy igen-igen ritka példányról van szó, és tényleg gyönyörű gyári állapotban. Úgyhogy itt is vagyok az autó tulajdonosával, hamarosan ő is fog róla mesélni, megyünk vele egy kört, megnézzük, hogy hogy szól a motorja, elmeséli ezt, hogy került hozzá az autó, hogy került át Amerikából ide hozzánk, úgyhogy tartsatok velem. Az előbb említett E30-325 BMW 1985-ből van, és egy M20-P27 motor van benne. Típusjelzés végén szereplő E betű nem az elektromos hajtásra, hanem az ETA görög betűre utal, ami hagyományosan a hatásfok jele a fizikában. Motor löketérfogata nagyobb, mint a sima 325i modellé, 2494 köbcenti helyett 2693 köbcenti, ez hosszabb löketű főtengellyel érték el, a furat pedig maradt 84 mm. Sima 325-től, hogy ebben 2.7-es motor van, igaz? Igen, 2.7-es, nagyobb blokkal, uh-huh. Tehát 325-ös és 2.5-ös motorban egy 2.7-es blokk, uh-huh. És ennek a célja az volt, hogy kisebb túrával elérni egy nagy nyomatékot, ilyen dízelbeütése van, aha. De őszintén, mikor menni kell, akkor nem kell
érvényt írni neki. Jaj, sokan fikázzák ezt a motrot, hogy kicsi a túra, stb. Blablabla. Aha. Amíg nem próbálták ki. Amúgy nagyon faszán. Igen. Aha. Na, tehát a... Lépik. Ha kell, akkor tud, viszont cruisingon is nagyon tud. Jaj. Hát igen, gyönyörűen durozó benne az a 2.7-es motor. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much. Na meg sokan nem szeretik a régi automata váltókat, amit megint nem értek, mert váltók úgyis elég kúvák. És amit eddig én tapasztaltam, hogy ugyanazt meg tudja csinálni. Igen. Mint egy manuális, annyi, hogy egy kicsit kényelmesebb. Imádom a manuálist. De ezek az amerikai modell miatt van az, hogy automata, vagy hát mindegyik között? Hát a legfőbb részt igen. Aha. Legfőbb részt igen. Ja, és ebben a BMW-ben még jó használni a jelzőt, mert nagyon szépen szól. És van is rajta. Van rajta egy szép jelző. Nagyon fasz a analóg hangon. Aha. Tiszta, kellemes. A motor az teljesen gyári... Gyári, újra van építve, 14 ezer kilométerben van. Aha. Fogyasztani nem fogyaszt sokat. Igen, ezt ha jól tettem, kevesebbet fogyaszt, mint a 2500-as motor. Igen. Kevesebbet fogyaszt, mivel kicsit túrán dolgozik. Igen. Na, de ha kell menni, akkor nagyon lelkiismeretesen. Nem hagy cserben. Igen. Főleg ezzel a szett iBack rugóval, meg a kájába teleszkóppal kombinálva, szuper autó. Aha. Na, meg motorfékezni ugyanúgy lehet. Szépen vissza lehet tenni kettesbe. Aha. Kellemes benne egy utazni, és tényleg több kényelmes helyen. Ja, szeretem ezeket az üléseket, persze ott van a BMW-nek és az E30-asnak a sportülése is. Uh-huh. Viszont én nem arra használom az autót. Persze. Nekem arra kell, hogy kényelmesen cruisingolni vele városba. A-ból elinduljak és ne akarjak B-be menni, hanem valamerre, akármerre. Aha. Mert az óra lesz. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble. Yeah. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain for weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect. Na meg az automatának az egyik legnagyobb előnye az az, hogy miközben vezetsz, tudod fogni a barátnőmnek a kezét. Igen. Vagy kávét, vagy virágot, mikor nagymamádnak viszed, attól függ. Én nagyon csípem az automatát, sokkal jobban, mint a kézit, úgyhogy... Nekem egy helyen van, mind a kettőnek megvan a varázsa. Végül is igen. És azon kívül, hogy a lökhárítók ugye picit mélyebbek, ami a
ha jól értettem, az is nagyon egy nagyon érdekes szisztem. Igen, hát elő-hátul a hosszú ugródeszkák mögébe van illesztve két-két nagyon kemény teleszkóp. Aha. Ami, hogyha Isten őrizzen, valaki nekünk jön, majd valakinek neki megyünk, akkor felveszi az ütközést az autó helyett. Aha. Ami azért, hogy hagyjuk meg, hasznos. Persze hasznos, meg ez egy olyan különleges... Na, én meg nagyon szeretem a kinézetet. Igen. Meg egyedi azért. Ezt akartam, hogy is, igen, a negyedi. És azon kívül, a lökhárítókon kívül, meg az, hogy rajta van a, ugye a lökhárítón a narancssárga pozíció égő, meg ilyesmi, azon kívül még van más, ami, más is, ami különbözik az európai modelltől, vagy? Őszintén azon kívül, hogy az aksi hátul van a csomagtartóban, nem. Aha. Nem igazán. A többi ugyanaz. Aha. Na, de én... Igen, azt megszoktam már. Na, meg az MPG. Aha. Hát a... Azt tudom, hogy a 25 MPG az olyan 9... 9 körüli fogyasztás. Aha. Kit érdekli az, nem? Hát persze. 40-nél az meg... olyan... 6-7. Nem annyit eszik autópálya. Igen. Na, az autópályákat nem szeretik. Nem? De én sem. Aha. Nagyon szeretnék országutakon. Egyébként ti konkrétan valahonnan Amerikába vettétek az autót? Vagy? Igen, Kaliforniából, aha. San Bernardinoból volt véve. Uh-huh. De ez volt az államautó mindig. Igen? Kicsikoromban is megvolt a négy kerek lámpa. Aha. Akkor nem tudtam, hogy Macinak hívják, de azt tudtam, hogy BMW. Aha. És azt tudtam, hogy ilyen kell egy? I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble. Yo. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain for weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you say in your rap, what you do, so they feel. Ez volt tehát a mostani 325 EBMW test videó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megint velem voltatok, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és tartsatok velem legközelebb is. Köszi még egyszer, minden jót nektek, sziasztok! Push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall.